Kevesen edzenek, nehéz helyzetben vannak a termek. Önjelölt festő kátyúkat jelölt meg egy ismeretlen. Közelebb az éghez gyűrűs napfogyatkozást figyelhettünk meg. Jó estét kívánok, június 10-e van, érkeznek a legfrissebb hírek. Nehéz helyzetbe kerülhetnek az edzőtermek Gyöngyösön is, miután a megszokottól sokkal kisebb létszámban látogatják ezeket a helyeket az újranyitást követően. A termek a nagyközönség előtt november óta zárva tartottak, a május 1-i nyitást követően pedig csak oltási igazolvánnyal, valamint versenyengedéllyel rendelkezők látogathatják azokat. Érdeklődés lenne, azonban például a fiatalok többsége még nem rendelkezik megfelelő okmánnyal. A termek igyekeznek alkalmazkodni, azonban lehetnek olyanok is, amelyek a bezárás szélére sodródnak. És a csípődet tolt felé, és úgy volt. Már javában tart a személyi edzés az egyik gyöngyösi edzőteremben, azonban az újranyitás követően ide is jóval kevesebben járnak, mint azelőtt. Stábunk a délutáni órákban járt a helyszínen, ahol jól láthatóan csak néhány ember használta a gépeket, miközben a vírus előtt már tömve volt a terem ebben az időszakban, mondja az ügyvezető. Azt tudom mondani, hogy tele volt a terem. Persze nálunk ugyanúgy volt holtidő, ugyanúgy volt az, hogy ebédidőben ugye nem sokan voltak, de ez az idő, ez pont az volt, hogy itt már azért keresni kellett a helyet, mert nyilván nem vagyunk egy nagy terem, keresni kellett a helyet, hogy hova is menjünk dolgozni, mert már azért voltak diákok, munkások, mindenki. Most azonban csak 2-3 ember van egy időben a teremben. A zárás alatt csak a versenyszerűen sportolókat fogadhatták, az újranyitás követően már az oltási igazolvánnyal rendelkezők is járhatnak. Így edzhet újra Menyhárd Barbara is. Igazából nagyon megviselt ez a kiesés, mert azért több mint fél év telt el, úgyhogy nehéz így újra visszaszokni a rendszeres edzésbe. Azonban nem mindenkinek megy könnyen a visszarázódás, és sokaknak el is ment a kedve a hosszú kihagyás követően. Az ember benne van egy megszokásba. Ugye ezzel a zárással, stb. Ugye megszakították ezt a rutint, úgymond, és nehéz visszaszokni ugye az embereknek. Az ügyvezető szerint nagyobb érdeklődés lenne, főleg a fiatalok részéről. Azonban jelenleg sokuk nem rendelkezik oltási igazolvánnyal, így ez a korosztály jelenleg hiányzik a teremből. Most inkább az idősebbek, akik már be vannak oltva, akik már átestek a betegségen, és a fiatalok abszolút nem tudnak jönni. Ugye 18 éveseket most kezdték el. Én azt mondom neked, hogy ez a 20 és 28 közti korosztály nem is akarja magát beoltani egyáltalán, és sajnos ez ennek a rovására megy, hogy így akkor nem tudnak eljárni edzeni. A tulajdonos elmondta, ugyan önkormányzati segítséget kaptak, de a 7 hónapos zárvatartás komoly bevétel kiesést okozott. A témában kerestünk más edzőtermeket is, azonban voltak, akik nem kívántak megszólalni. Tornaszobát avattak a nagyrédei kastély óvodában, ami a Magyar Falu program keretében 2 millió forintból újult meg. A korszerűsítés során teljesen felújították a helyiséget, és régóta tervezett mozgásfejlesztő eszközöket vásároltak. Fejlesztő eszközök, új sportpadló, barátságos rajzok a falakon. A nyertes pályázatnak köszönhetően megújult a nagyrédei óvoda tornaszobája, amire már égető szükség volt, mondja a polgármester. A Magyar Falu programban sikerült 2 millió forintot pályázni a tornaszoba felújítására. Ez a nagyrédei kastély óvoda tornaszobája egy elég elhanyagolt, már-már elavult tornaszoba volt, és ennek a pályázatnak a keretein belül teljesen megújulhatott, hiszen sikerült letennünk egy új sportpadlót, sikerült a villamos energetikai hálózatot bővíteni, illetve LED-világítást kapott a helység. És a régóta várt mozgásfejlesztő játékokat, eszközöket is beszerezték, amiknek fontos szerepe van a kicsik mozgáskoordinációs fejlesztésében. Azt tapasztaljuk, hogy rengeteg olyan gyermekünk van mostanság, akik fejlesztést igényelnek. Nagy mozgásba, finom mozgásba, szemkézkoordináció, szemlábkoordináció, és ezek az eszközök, ezek mind alkalmasak arra, hogy a gyerekeket tudjuk fejleszteni. Mert hogy a mozgásfejlesztés mindennek az alapja. A Magyar Falu program keretében elnyert pályázatok közül ez már a második befejezett projekt. A játszóudvart már korábban átadták, a tornaszoba után pedig a felújításokat a teraszrendbetételével folytatják.
A lépcső feljáróval már el is készültek. De itt nincs vége, tervezik, hogy további pályázatokon indulnak, mondta az átadón a település országgyűlési képviselője. Bent van most egy pályázata a településnek a területi operatív program irányító hatóságánál, ahol pozitív döntésünk van, a támogatás szerződése várunk. Ebből a nyílászáró cserés a külső szigetelés, tehát az energetikai beruházás tudna megvalósulni. Még szükség lenne az óvoda közösségi tereinek teljes belső felújítására, erre is pályáznak. Továbbá cél a település bekötő útjának és a belterületi utak felújítása. A tervek már elkészültek, a forrás rendelkezésre áll. Ősszel el is kezdődnek a munkálatok, mondta az átadón Szabó Zsolt. Ismeretlenek jelölnek meg úthibákat a városban. Az önkormányzat kezelésében lévő utcákban hetek óta zajlik a kátyúzás. A helyreállítandó területeket rózsaszínnel és narancssárgával jelölték meg a szakemberek. Az útellenőr azonban azt tapasztalta, hogy egyes hibákat valaki zöld és citromsárga színnel fújt körbe. Ez nem csak megtévesztő, hanem büntethető is. Az útellenőr azt mondja, ezek a kátyúk is sorra kerülnek majd, de ha valaki mindenképp szeretné jelezni a hibákat, azt inkább az önkormányzat weboldalán tegye. Már kész az úthibák javítása a Pesti úton, de van, ahol még látszik az a rózsaszín felfestés, amellyel az önkormányzat jelöli a kivitelezőnek a javítandó kátyúkat. Bár a cég megkapja egy listában, hol vannak úthibák, a jelzés megkönnyíti számukra a munkát. Zöld festékkel körbefújt kátyú a kenyérgyár úton, ezt nem az útellenőr jelölte meg. Az ismeretlen személy cselekedete megtévesztheti a kivitelezőt, ráadásul büntethető is. Önjelölt festőink vannak, látható itt a háttérben, hogy olyan színekkel festették ki a kátyúnak a helyét, amit mi nem használunk. Közben itt mutatom is, hogy mi ezt a kétfajta sprét használjuk, ami gyári előírás. A pinket nem annyira, inkább a narancsot, a pinket csak akkor, hogyha esetleg a narancs fogy. Én szeretném felhívni a lakosok figyelmét, hogy mi tudjuk a munkánkat. Ez egyébként jogszabályba ütköző, tehát nem is szabad négyet csinálni. Egyenetlen úttest tábla is jelzi az úton, hogy rossz állapotú szakaszról van szó. Az itt található úthibák javítása tervben van, így várhatóan a jövő héten megérkeznek ide is a munkások. A városi utak kátyúzása májusban kezdődött, mintegy 33 millió forintot szán az önkormányzat a munkára. Az első ütemben 45 utcában történik meg az úthibák javítása, többek között itt is. A belvárostól kifelé haladunk, vagyis hát így kérte az önkormányzat a vállalkozót, de ugye természetesen attól függ, hogy milyen nappan, piaci nappan, mekkora forgalmas a terület, tehát mindig olyat választunk, ami lehetőleg kisebb forgalomban, és hát törekszünk arra, vagy törekszik a vállalkozó arra, hogy a szerződésben leírtak alapján, hogy hétvégén előtt, tehát pénteki napon már ne legyen felbontott kátyú, csak befejezett. Kővári László azt mondta, az ismeretlen festő a városi honlapon is bejelenthette volna ezt a kátyút, de mint elmondta, a mostani munkatervben a városi szakaszok úthibáinak mintegy 95%-a benne van, így hamarosan ezek elkészülnek, kéri a lakosok türelmét. Aki például a Kossuth, a Vahot Sándor, a Petőfi vagy az Egri úton talál hibát, fontos tudnia, hogy azok az utak nem városi fenntartásúak, hanem állami szakaszokról van szó, így az ott található kátyúk javításáért a Magyar Közút felel. A kedvezőtlen időjárás ellenére, aki szemfüles volt, ma a déli órákban láthatta a gyűrűs napfogyatkozást. Ez az égi jelenség akkor jön létre, amikor a nap látszó mérete nagyobb, mint a holdé. Így nem tudja teljesen eltakarni központi csillagunk látszó korongját. Gyöngyösön a legnagyobb bevásárlóközpont parkolójában a helyi csillagászkör is kitelepült, három távcsővel tudták megmutatni az érdeklődőknek a napfogyatkozást. A távolban esik az eső, stábunk felett pedig éppen két felhő között bukkan ki a nap. Hétköznapinak tűnik a kép, ám ha jobban megnézzük, mégsem az. Gyűrűs napfogyatkozást figyelhettek meg a szemfülesek. A jelenség 12 óra után kezdődött, és fél kettőkor vált el végleg a nap és a hold egymástól. A napnak egy kis részét eltakarja a hold. Ez az egész nap területnek körülbelül 8%-a, amit eltakar. A fogyatkozás sávja Kanada északi részén, Grönland északkeleti sarkán, a sarkvidéken és Szibíria keleti részén haladt át. Gyöngyös legnagyobb bevásárlóközpontjának parkolójába a helyi csillagászkör is kitelepült, hiszen szabad szemmel veszélyes a napban nézni. Az egyesület távcsöveivel azonban közelebb hozták a csillagokat. Célunk az, hogy egy kicsit ismertessük a égbolton való szépséget, például most a napfogyatkozás, de van, amikor kiszoktunk települni első negyedkor lévő holdnál, azért, hogy az embereknek megmutassuk az égi csodákat még, amit innen esetleg lehet látni a parkírozóban, a lámpafények mellett. Ezek például a hold, akkor a bolygók, amik fönt vannak. És akkor sok ember tényleg akkor látja először élőbe, saját szemével
ezeket az égi testeket közelebbről. Volt, aki maga kreált eszközt ahhoz, hogy biztonságosan láthassa a gyűrűs napfogyatkozást. Föl vagyunk készülve ilyen pajzsal, úgyhogy hegesztő pajzsal. Azzal fogják figyelni? Persze, hogyha meglátjuk akkor, amikor sajnos a felhők most útunkban vannak. Szabó Imre egy egyszerű kartondobozhoz rögzítette a heggesztő üveget. Feleségével együtt várták már a napfogyatkozást, érdekli is őket a csillagászat. A következő napfogyatkozás időpontja 2022. október 25-én lesz, de ezt is részlegesen fogjuk látni. Bár akkor a maximális kitakarás már jóval nagyobb lesz, mint a mostani. Akkor a napkoron körülbelül 32%-át takarja el a hold. Néhány héten belül támadhat a parlagfű. Az allergén növény elleni védekezés évtizedes múltra tekint vissza, és még most is rengeteg tennivaló van, hiszen nem csökkent sem a pollen koncentráció, sem az allergiások száma. A gyomfelvételezések is ezekről az eredményekről tanúskodnak, hiszen Magyarországon ez a legelterjedtebb gyomnövény. A szakemberek kérik, hogy a sikeres feltérképezés és felszámolás érdekében mindenki használja a NÉBIH bejelentő rendszerét, hiszen közös érdek a parlagfűmentesítés. Tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés. Ezek a tünetek nem idegenek az allergiások számára, ugyanis ha jön a száraz idő, akkor a pollenek koncentrációja is megemelkedik. A hideg tavasz ugyan késleltette a parlagfű kelését is, azonban az allergiások nem örülhetnek igazán, egy-két héten belül ugyanis utoléri magát a gyomnövény és virágozni kezd. Most egyre inkább szeretné ezt a korábban virágzó alfajt, így a pollenszórás is egy kicsit korábban kezdődik, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel. Éppen ezért történt az a fontos változás az élelmiszer-ellenszerűségi törvényben, hogy a június 30-ig záridő törlésre került, és innentől kezdve egyetlen sarokpontban a parlagfű virágbimbó kialakulását kell megállapítani a földhasználónak, mindegy, hogy az a melyik napjára esik. Fontos törvényváltozás továbbá, hogy a 30%-ot meghaladja a parlagfű borítottsága, akkor a közérdekű védekezés el kell rendelni. Jordán László kiemelte, ha egy ellenőrzés során virágbimbós parlagfüvet észlelnek bármely területen, növényvédelmi bírságot szabnak ki, mely minimum 15 ezer forint, felső határa pedig akár 50 millió forint is lehet. Ne azért végezzék el a parlagfűmentesítést a földhasználók, mert félnek az ellenőrzéstől és a bírságtól, hanem azért, mert a parlagfű egy allergén növény, a parlagfű gyomnövény, így a mezőgazdasági termelés során is kárt okoz, kárt a mezőgazdasági termelőknek is érdekel a parlagfűmentesen tartás. Ha bárki észlel valahol parlagfűves területet, a NÉBIH bejelentő rendszerén keresztül küldhet információt arról, hogy hol található, és fotót is csatolhat hozzá, ezzel is megkönnyítve a szakemberek munkáját, hiszen közös érdek a parlagfű felszámolása. A dr. Vas Géza Heves megyei labdarúgó kupa elődöntőjében az NRGSZ Gyöngyös a Gyöngyös Halász csapatát fogadta. A mérkőzés tétje a döntőbe jutás mellett az országos táblára történő kijutás is volt egyben. Lucie János sípjelére kezdődött a 90 perc, melynek első 45 percében sok gólhelyzetet, de egyetlen gólt sem láthatott a publikum. A folytatásban Márkus a 65. percben szép akció végén a halásziaknak szerzett vezetést. A hajrához közeledve Nád udvarra ugrott ki a védők közül, de a kapujából 22 méterre kifutó Matin csúnyán elütötte a csatárt. A játékvezető jogosan húzta elő a piros lapot az Energia kapusának. A véghajrában Nagy Gábor az eddig védő feladatot ellátó Rafael Bélát a csatársorba irányította át, melynek a 92. percben gól lett az eredménye. A rendes játékidőben 1-1-es döntetlennel záradó kupamérkőzés 11-es rúgásokkal folytatódott tovább. Az első sorozatban az 5-5 játékos közül mindkét oldalon akadt 1-1 hibázó, így 4-4-es állás után már csak az első hibáig egyesével felváltva rúgták a büntetőket a fiúk. A kissé hosszúra nyúlt büntetőpárbajban 8-7-es energiavezetésnél a Gyöngyös halásziaknál Vernyik lövését kivédte Iváncsik, így eldőlt a továbbjutás sorsa. Benne volt, hogy esetleg 11-es rúgások lesznek, mint múlt héten nekünk. Így nem, hogy ilyen jól játszott a csapat, meg ennyi gólhelyzetet alakítottunk ki. Sajnos csak egy gólt sikerült rúgni, és a végén hogy a hazai csapat mindent egy lapra feltéve rohamozott, és egy teljesen ártatlan szituációban sajnos hibáztunk, így a büntetőkre került a sor.
A hazai csapat edzője értékelésében elmondta, csapata ma nem játszott jól, de a játékosai jobban akarták a sikert, ami továbbjutást eredményezett. Szünet után ugye a Halász megszerezte a vezetést, plusz egy kapusunkat kiállították teljesen jogos piros lappal, ott a támadás megakadályozása véget, és ezután igazából nekünk egyedül annyi esélyünk volt, hogy a végén valahogy találni egy gólt, hiszen a kupával jelen pillanatban döntetlennél ugye azonnali büntetődugások vannak. És hát ezzel az eséllyel, hogy mondtad, ugye, hogy itt egy picit átszerveztük a csapatot, és hát nyilván bízva abban, hogy a Rafael Bélának a belső motivációja, tehát az, hogy soha nem adja fel semmilyen körülmények között, és ebbe megmondom őszintén, hogy bíztam, hogy egy ilyen előre fölívelt labdán a Béla feljátéka és az a mindent eldöntő akarat, ami őt jellemzi, az sikeres lehet, hát most jól sült el. A Heves megyei kupadöntőben a másik ágon a Heréd 1-0-ra legyőzte a Bélapád falvát, így az Energia augusztus elején ellenük vívhatja majd a döntőt. Amennyiben mindkét szülő dolgozik, akár 1,6 millió forintot is visszakaphatnak jövőre az SZJA-ból, ha sikerül elérni az 5,5%-os GDP növekedést. Nagy Márton, a kormányfő tanácsadója kiemelte, több mint 1 millió családról van szó, de mivel mindkét szülő visszakapja az adóját, így 1,5 millió keresőről beszélhetünk. Maximum 800 ezer forintot lehet visszakapni, ez két keresőnél 1,6 millió forint. A kormány döntése alapján ismét fizetni kell az idegenforgalmi adót. Az idei első fél évben mentesülnek az adó megfizetése alól a szálláshelyüzemeltetők és a szolgáltatók, ám július 1-től már fizetniük kell. A rendelet értelmében a megállapított, de be nem szedett adót azonban, kivéve ha annak összege nulla, be kell vallani az adóhatósághoz. És most lássuk újra a legfontosabb híreket röviden. Kevesen edzenek, nehéz helyzetben vannak a termek. Önjelölt festő, kátyukat jelölt meg egy ismeretlen. Közelebb az éghez, gyűrűs napfogyatkozást figyelhettünk már. Köszönjük a figyelmet, szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!